Bár a 2004. január 1-től érvényes tarifaemelést követően 120 forint lett az elővételben és 155 forint az autóbuszon megváltott vonaljegy ára, a menetjegyekből és bérletekből származó bevétel, mint sehol a világon, Pécset sem fedezi a tömegközlekedés költségeit. Azért, hogy a pécsi közlekedési RT működőképes legyen, szükség van az önkormányzat támogatására, vagy ha úgy tetszik, áldozatvállalására. Lévén, hogy a városi tömegközlekedést fontosnak tartja az önkormányzat, várható ebben az esztendőben is jelentős összeggel támogatja a társaságot, ha úgy tetszik, tulajdonképpen bennünket, utasokat. Vajon drága-e Pécsett az autóbusz közlekedés? Megmarad-e az általános iskolás tanulók ingyenes utazási lehetősége? Tovább korszerűsödik-e a járműpark? Mit terveznek a blitzelők ellen? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk az elkövetkezendő fél órában. Köszöntöm nézőinket és vendégünket, Szirmai Csabát, a Pécsi Közlekedési RT vezérigazgatóját. Köszönöm. Akivel arról is szót ejtünk, hogy a tavaly kísérleti jelleggel megkezdett GPS-t, vagyis a műholdas térmeghatározó technológiát bővítik-e, és hogy milyenek az utasok visszajelzései. Kérem önöket, telefonáljanak, küldjenek SMS üzeneteket, kérdezzenek velünk Pécs tömegközlekedéséről. Számaink már jól ismertek, a képernyőn is olvashatók, tehát 510-008, 510-009, SMS-en pedig a 30-30-30-140-es számokon. Vagy pedig írjanak e-mailt a forum@pesttv.hu címre. Szerkesztjük közösen a műsort. A kívülálló számára is jól látszik, hogy a 2003 igen mozgalmas év volt a Pécsi Közlekedési RT életében. Önök belül is így érzik? Természetesen, és sikeres évnek tartjuk. Hát tulajdonképpen majdnem megduplázódott a Mercedes Park. 25 darab beruházással, tehát a 25 autó megvásárlásával, valamint a GPS indulással, ami az országban egyedülálló, ma még, hogy teljes körűen egy forgalomirányításra egy megoldás született. Aminek része az utas tájékoztatás, és itt volt egy félreértés, hogy nem csak azért van ez, hogy bemondjuk, hogy megálló és hol tart az autóbusz, hanem ez a forgalomjavításának is eszköze lesz. Ez a 25 új busz mérhető minőségű javulást jelentett? Hát igen, mert gyakorlatilag épp néztem a pontos adatokat, hogy két év alatt 13 évről 10,3 évre tudtuk lehúzni a buszok átlag életkorát, ami azt jelenti, hogy ez a 10,3 év is, mert tulajdonképpen Magyarországon egy nagyon jó és ritka életkor átlag a városok között. Mennyi lenne az ideális átlag életkor a hát buszok a 8 szempontjában? Év, igen, a 8 év minimum, de ugye a római tapasztalatok azt mutatják, hogy ott beállnak a 6 évre, mert tulajdonképpen a 10 éves autóbuszt már ők eldobják, de hát ők azért más anyagi körülmények között vannak. De ez mégsem indokolja azt, hogy az előregedő buszokkal járjunk, tehát nekünk is valahol közelebb kell kerülni ehhez a 6-8 éves átlaghoz. Az átlag életkorban ugye benne van az is, hogy vannak itt ezek az alig egy éves buszok, de akkor vannak idősebbek is. Melyik most a legöregebb busz Pécsett, ami jár? Hát van 22 éves autóbuszunk, aminek már igazán matuzs elemi, úgyhogy ez már ritkaság. De hát megpróbáljuk olyan műszaki állapotba hozni, hogy működjön. Ez mindaddig tart, még ki nem tudjuk ezt a járműparkot megfelelően gyorsasággal cserélni, ez olyan 2008 körül várható. A szervizelések mennyiségén is érezték, hogy könnyebb az élet, kevesebb időt töltöttek szerelés alatt a járművek? Hát egyrészt ezen, másrészt pedig az árán, tehát a javítás árán, hogy alacsonyabbak a javítási költségeink. Természetesen ennek ez mindenféleképpen meghozza, hisz ez a dolog lényege, hogy kevesebb járatkimaradás, kevesebb elfekvése van a buszoknak, és tulajdonképpen csökkent a javítási költség, és így éri meg a modern új busz, mert ezeket a magas költségeket, hát ha veszem, hogy egy Ikarusra, egy öreg Ikarusra 4,5 milliót költünk, akkor egy átlagosan egy Mercedesre meg nem megy rá 2 millió forint, tehát lehet érezni, és az 80 000 fut nekünk egy évbe az Ikarusokkal, meg hogyha 50 000 teljesítünk, akkor már az egy jó év. Volt-e javítani való az új buszokon? Hát kisebb-nagyobb problémák előfordultak, amit garanciában meg kellett csinálni, de mértékadó probléma semmi nem volt természetesen. Hány évre szól a garancia?
egyéves garancia van a buszokon, de fixálva van a javítási költség 10 évre. Említette, hogy a GPS rendszer, ami szintén újdonság volt az elmúlt esztendőben, nem csak arról szól, hogy meg lehet tudni, hogy most éppen melyik megállóhoz közelít a busz, hanem még miről? Hát számos kiterjesztése van, most már a 60-ra Mercedesbe az utastájékoztatás is működik, márciusig beszereljük a 400-asi körös sorozatba, és a teljes körű kiépítés a 200-asokban végképp nem fog sajnos menni, mert ott a hangosítás nincs beépítve a buszba, tehát ezeket rövid idő alatt cseréljük, így ezzel nem foglalkozunk. Azonban a probléma megoldást jelent az, hogy a közútkezelővel közösen olyan rendszer is beépített ebbe a GPS rendszerbe, hogy a közforgalmú jármű, nevezetesen a busznak a lámpa az érkezésénél például zöldre vált a lámpa, tehát átengedi az autóbuszt, és további előnyök kihasználhatók, a motor teljesítményt méri, a fogyasztás mérhető számítógépen. Gyakorlatilag nagyon fontos, hogy például utasszámot tudunk mérőbélyeges rendszer alapján. Tehát tulajdonképpen azt tudjuk, hogy a gépkocsi vezető mikor, milyen sebességgel, milyen megállónál, megálló előtt közlekedett, tehát megszűnik az a vita, hogy amikor ha tudjuk, hogy túlépje a megengedett sebesség határt, akkor ma olyan most nem volt, mert a számítógép és a GPS mutatja, hogy igen, bizony 60-nal ment az 50 helyett. Már is érkezett egy nézői kérdés. Mikor jön fel a 2 per aljárat Fehérhegyig? Az iskolás gyerekek miatt lenne fontos, véli a néző. Hát gyakorlatilag ezt nem tudnám megmondani, mert egyelőre az elfogadott menetrend szerint ebben nincsen lehetőségünk. Tulajdonképpen itt az a helyzet, hogy többet ezzel a 163-as járműállománnyal nem tudunk bővíteni, tehát egyelőre még több busz beszerzésére nem kerül sor, addig most már a járatbővülést azt nem tudjuk tovább folytatni, mert így is 15 darab, 18 darab javító busszal dolgozunk a 168-nál, tehát a 20%-ot se érjük el, pedig a, mondjuk egy budapesti szám, hogy ott 25% járműveknek tartalékban, illetve javításban van. Mi egy ilyen 15-18% körül mozgunk. Gondolom nem ritka eset, hogy az utazók közönségtől jönnek ilyen igények, hogy miért nem jön ide a busz, jöjjön tovább, sűrűbben jöjjön, másfele jöjjön. Hogyan tudják ezeket az igényeket figyelembe venni? Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legnagyobb igényeket kielégítsük, hisz ezért csináltuk meg a gyorsjáratokat is reggel, meg délután. Amik nem voltak az utóbbi időben, nagyon sok járatot beindítottunk, de hát ennek van egy technikai határa. Hát sokszor gondolom a tisztelt utasaink se tudják, nekünk 3444 naponta indított járatunk van, amit ha megszavaztatnám most, hogy kitalálja el, és ezt nem mondtam volna, akkor nagyon kevesen hinnék el, hogy 3444-szer indulunk a végállomásokról, és hát tulajdonképpen 240 ezer darab utazás van egy nap. Na most ezt megcsináljuk 163 darab autóval, illetve 139-el, mert a többi az egyébként javításban van. Hát ettől többet gyakorlatilag nem nagyon tudom már kihozni ebből a járműállományból. Ma ülésezett a Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság, és buszos téma került napirendre. Egy olyan előterjesztést fogadott el a bizottság, amely a közgyűlési határozatot követően a polgármestert felhatalmazza majd egy olyan tárgyalás megkezdésére, amely átírhatja a megyei tömegközlekedés tulajdonosi körét. Mit lehet erről tudni? Alapvetően a gondolat az tavaly májusban indult, amikor is a polgármester úrral áttekintettük, hogy hogyan lehetne tovább bevonni az agglomerációt a városi közlekedésbe, és ennek ugye jogszabályi akadálya is van, hisz a koncessziója a társaságunknak csak Pécs közigazgatási területén működik, a többi a Pécsen kívüli az a Pannonhaláné. Na most miután az ő járműparkja sem alkalmas arra, hogy ezt az agglomerációs kérdést megoldja, hogy itt nevezetesen a környező települések, ahol rengeteg pécsi lakik és igénylik a városi közlekedést,
Kozár Misrán, stb. Települések. És akkor gondolkoztunk ezen, hogy mit lehet csinálni, és a végén arra jutottunk, hogy amennyiben az állam lehetővé teszi az ingyen vagyonátadást, akkor ezt megkíséreljük. Toller László polgármester úr nagy vehemenciával vetette magát bele az ügybe, úgyhogy el tudta érni, hogy a 2004-es költségvetési törvényben egy olyan módosítást, ami a privatizációs törvény egyik fejezetét módosítja, hogy az állami vagyon különleges esetben, amit a szolgáltatást, tehát a területi szolgáltatást illeti, különleges esetben átadott az önkormányzatnak, térítés nélkül. Na most ez lett megcélozva, és gyakorlatilag ma a Közlekedés és Kommunális Bizottság és a Gazdasági Tulajdonosi Együttesülésén a képviselők párthovatartozás nélkül egyhangulag elfogadták, hogy a polgármester kerüljön közgyűlés elé, ez 29. januáron megtörténik, az előterjesztés és a polgármester úr a közgyűlés, ha ezt megszavazza, akkor forduljon az APVRT-hez, majd a kormányhoz, és kérje el a panóvolánt. Na most ennek igen nagy mértékű változást, ez igen nagy mértékű változást fog jelenteni a város és a megye közlekedésébe. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb eredmény, hogy közelebb kerül a tulajdonos a valós utazóközönséghez. Igaz, hogy ez a Pécsváros, de ez azért Baranyában mégiscsak közelebb van, mint egy APVRT. Mindjárt még várható hatásokról beszélgessünk, de előbb válaszoljuk meg ezt a nézői kérdést, amit most látunk a képernyőn. Hány évet kell még várni, hogy Kozár Mislenybe helyi járat közlekedjen? Hát itt a kérdés, ugye? Ez már is hallgató néző ezt megkérdezte. Hát annyit kell várni, hogyha a polgármester úr becslése alapján március végéig a kormány dönt, és Pécsváros megkapja a Pannonhalmi RT-t, akkor én úgy gondolom, hogy a jövő évben ezt a kérdést meg fogjuk tudni oldani. Tehát az első lépcső ugye az lenne, hogy a Pannonhalmi RT az önkormányzat kezelésébe kerül. A második lépcső lehet az, hogy egy egységes közlekedési társaságot hozzanak létre. Ez azt is jelenteni, hogy akkor a megyében tulajdonképpen mindenhol helyi járatokként közlekednének a buszok? Semmiképpen azok helyközi járatok maradnak, tehát ugye az európai közösség normái szerint a helyi közlekedés az támogatott, a helyközi az állami támogatásból ugyan részesület, de teljesen külön kell kezelni. Azonban az eszközöket föl lehet együtt használni, azonban az irányítást egyszerűsíteni lehet, a közös vagyontárgyak hasznosítását meg lehet csinálni, tehát itt számos gazdasági lehetőség van, amit ki lehet használni azzal, hogyha a két társaságot egy kézbe tudjuk venni, és ez mindenféleképpen a térség javára fog szolgálni, ugye jellemzően a 32 településen az APVRT nyomására a Pannonhalmának le kellett állítani járatokat, ami azt jelenti, hogy ma Baranya megyében olyan települések vannak, ahol szombat-vasárnap nem lehet Pécsre jutni tömegközlekedési eszközzel, mi ezt nem akarjuk, tehát mi a térségért érzett felelősségünkbe akarjuk ezt az egész céget működtetni. Egy város életéhez ugye igencsak hozzátartozik a tömegközlekedés, az egyik legfontosabb infrastruktúrális szegmense. Idén várhatóan mekkora működési támogatásban részesíti az önkormányzat a céget? Hát gyakorlatilag ugye szerződött a 25 darab leasinggelt tavalyi autóbusznak a kamatát az önkormányzat vállalta, ez egy 119 milliós tétel. Van a 65 év felettiek ingyenes utazására, ami 51 millió forint, és gyakorlatilag 5 darab autóbusz vásárlása 240 millió forint értékben, ezt az önkormányzat mint fejlesztést befogadta, és hát most van még az állami intézkedéseknek a negatív hatása, ami a céget érinti, ez mintegy 280 milliós veszteséget mutat, amit az önkormányzatnak pótolni kell, illenék, kérjük. Erre minden reményünk megvan, mert polgármester úr elmondta, hogy a
a lakásépítés és az infrastruktúra fejlesztés mint két legfontosabb prioritásként működik, és az infrastruktúra fejlesztésben pedig a tömegközlekedés fokozatos fejlesztése az továbbra is cél. Az egy más kérdés, hogy éppen az államintézkedések miatt most jobban, mélyebben kell az önkormányzatnak a zsebébe nyúlni, ezt megteszi. Ez a bizonyos államintézkedés az ÁFA kulcs emelése. Hát nem csak az ÁFA kulcs, hanem a megváltoztatott állami támogatás, ugye kevesebbet ad a jegyhez, fix ára kötötte a tanulónyugdíjas bérlethez a támogatást, ami azt jelenti, hogy azelőtt ugye a támogatás mértéke a tarifa emeléssel változott, most pedig 1940 forintban meghatározta, és hogyha tarifát duplájára emelnénk, akkor is csak 1940 forint lenne. Tehát ilyen értelme nem mozog együtt az ár a támogatással. Pécset ugye nem csak a 65 év felettiek utazhatnak ingyen, hanem az önkormányzat és a társaság jóvoltából az általános iskolások is. Megmarad-e ez a tendencia? Igen, természetesen ez a polgármester és a közgyűlésnek ez a döntése, ez továbbra is működik, és meg is kapták az első negyedéves bérleteiket az általános iskolások. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan téma, amit a lakosságnak értékelni kell, mert ez újabb 180 milliójába kerül az önkormányzatnak éves szinten. Terve volt, hogy a középiskolásokra is vonatkozik majd ez a kérdés, hogy áll, mikor? Igen, hát középiskolások pillanatnyilag most éppen ebben a megszorított támogatásban tulajdonképpen az idén valószínűleg nem jönnek számításba, legalábbis tudomásom szerint az önkormányzat ezt nem tervezi. És már is itt a következő nézői kérdés. Gyükésben megépült a buszvégállomás. A 39-es busz mikortól jár ebbe a városrészbe? Igen, hát erre is készültünk abban a pillanatban, amikor megépül, mert a tisztelt utasunk, Dobsai úr, ahogy látom, ő azt mondja, hogy megépült, mi azt mondjuk, hogy nem épült meg, mert problémák vannak, azokat ki kell javítani, és abban a pillanatban, amikor az a forgalomtechnikai követelmények nem megfelel, akkor indítjuk, és el fogunk menni oda, ahova ő ezt jelezte. Mi kapcsolatban vagyunk a beruházóval, és sürgetjük, hogy minél előbb tegyék rendbe, és pontos méretekbe építsék meg ezt a buszvégállomást. Tehát akkor itt közeli határidő van. Közeli határidő van. Egy picit még térjünk vissza a fejlesztésekre. Említette, hogy a buszbeszerzés folytatódik. Idén hány új buszra számíthatunk? Itt említettem, 5 darab autóbusz vásárlása kerül sor, mert úgy van a megállapodás, hogy két évenként 30 darab. 2003-ban 25-öt vettünk, most 5-öt fogunk vásárolni önkormányzati pénzből, és akkor nyilván a következő években pedig megint a 15 fölgyorsuló darab szám. Akkor is, hogyha az állam a 10 milliárd forintos támogatásból megfelelő mennyiségű pénzt tud adni, és azt az önkormányzat beruházásra tudja adni, és nem működés támogatásra, akkor emelkedhet ez 1-2 darabbal. Mi azon leszünk, hogy emelkedjen, de az 5 darab minimum, azt meg fogjuk vásárolni. A következő nézői üzenet inkább egy javaslat, csökkenteni kellene a menetdíjat, akkor kevesebb lenne a blitzelő. Mit szól ehhez? Hát ez egy klasszikus megközelítés a témának, mert én úgy gondolom, hogy ez igazából nem így van. Sajnos a menetdíj csökkentésre a jelenlegi gazdasági körülmények között egyelőre nincs lehetőség. Ugye a tisztelt utasaink tudják, hogy 3 részből tevődik össze a tarifa, egy állami támogatás, egy önkormányzat és az, amit az utas befizet. Na most úgy látszik, hogy az állam az vonul ki ebből a tömegközlekedés támogatásból, áthárítja az önkormányzat határeket, az önkormányzatnak megvan egy tűrőképessége vagy egy bíróképessége, ameddig lehet. Hát éppen összeszámoltuk ebbe az évbe, 820-30 millióval kell a tömegközlekedést azon a szinten tartani, illetve a fejlesztéseket elvégezni, azért ez hatalmas pénz. És azért én azt gondolom, hogy arra büszkék lehetünk Pécset, mind a járművek kinézetében, mind a sűrűségben, a járatsűrűségben, egyebekben, tehát azért itt országos szinten Budapest után, én azt hiszem, tudom, hogy a második helyen vagyunk.
Ezért a blitzelőkre majd térjünk vissza, de előbb jöjjön nézői kérdés, mit tudnak tenni a régi környezetszennyező Ikarusz buszokkal? Hát ugye természetesen állandóan adagoló vizsgálat van és fogyasztásvizsgálat, de hát sokszor úgy vagyunk valahogy ezeket már csak vizsgálni lehet, javítani az állapotukon nem, egyetlen egy mód van, hogy gyors, minél gyorsabb lecserélésük. Becslések szerint a blitzelők 200 millió forint kárt okoznak évente a társaságnak. Ezen a pénzen hány új autóbusz lehetne venni? Hát ez egy szerény becslés, én 5-6 autóbuszra számolok, amit mondjuk, hogyha visszamenőlegesen 10 évre veszek, akkor most már körülbelül lehetne 100 Ikarusunk, olyan 100 Mercedesünk, és körülbelül olyan 9 év körüli átlagot tudnánk csinálni. Ez egy értetetlen, kellemetlen dolog. A kenyérért fizetnek, a mozi belépőért fizetnek, az utazásért nem fizetnek, és mondjuk talán itt az érdekes, hogy valahol ez találkozik, és ez egy ilyen jópufa dolog, hogyha nem fizetek a buszon, pedig akik ezen nevetnek meg az ellenőreinket, nem megfelelő hangon szólítják meg az autóbuszon, és általában ezek között zömében olyanok vannak, akiknek bérletük van, megfizetnek, hogy itt tudomásuk kell venni, hogy ez a 200 millió, ez hiányzik. Ezt a 200 milliót most az önkormányzat be fogja fizetni. Miből fizeti be? A többieknek a pénzéből, a pécsvárosi emberek adójából, és ennyivel kevesebb jut más fontos célra, és nem olyan nevetséges ez, mint ahogy sokszor ezt föltüntetik, hogy miért zavarjuk az embereket. Hát akinek nincs pénze, ne vegye jegyet. Nem így működik ez. Sajnos, és én úgy gondolom, hogy nem csak Budapesten, mi Pécset magunk is erősíteni fogjuk az ellenőrzést. Minden esetre szeretnénk, hogyha csökkenne ez a blitzelők száma, és egyre többen vennénk meg a menetjegyet, illetve a bérleteket. Pedig a blitzelők ellen egyre szigorúbb intézkedéseket próbálnak megvalósítani, ezek nem válnak be? Hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy ennek nincs törvényi háttere. Ugye itt az ombudsman elmondta, hogy lehet ezt az egészet kikerülni, mihez nincs joguk a társaságoknak, és ennek kapcsán ugye ki lett oktatva a lakosság, azon része, aki tulajdonképpen erre hajlamos, hogy ne vegye meg a menetjegyeket, illetve a bérleteket. Én úgy gondolom, ez egy teljesen helytelen magatartás. Tudomásom szerint a belügyminisztérium foglalkozik egy olyan törvénymódosítási javaslattal, hogy az ellenőröknek nagyobb, több joga legyen arra, hogy a végrehajtsa azt a feladatát, amire oda küldtük, hogy ellenőrizze az utasokat, hogy van-e jegy náluk, vagy nem. Egy újabb kérdés, a nyugdíjas bérletről miért nem adnak áfás számlát? Hát a nyugdíjas bérletről is kell áfás számlát adni, úgyhogy a kérdést nem értem, mert mindenre vonatkozik az áfa, és mindenre adunk áfás számlát. Akkor itt csak valami félreértés lehet. Itt valami félreértés lehet, mert pontosan azért kellett a januári hosszabbítás 8-áig a bérletet, decemberi bérletet hosszabbítani, mert másodikán tudtunk nekiállni az áfa átállítani, tehát a gépeinek az átállítását 12-15%-ra, és hát adunk áfás számlát természetesen. A blitzelők mellett a rongálók is sajnos visszatérő sláger téma. Ezen a téren van-e valamiféle javulás, az új buszokat jobban megkímélik-e a vandálok? Hát nagyon halkan mondom, hogy valamennyivel jobban. De hát ez a barbár stílus, hogy ez működik sajnos. Tehát itt továbbra sincs különösebb továbbra változás. Sincs. Hát ugye, amikor a buszba áll este, hát a mögé lopoznak, befestik egyebek. Hát itt a gépkocsi vezetőt se tudjuk azért egy ilyen Ikarusz, illetve egy nagy buszt körbejárni, vagy ellenőrizni, ez nagyon nehéz. A pécsi buszvezetőkről mi a véleménye a cégvezetőnek? Hát az a véleményem, hogy csillagászéleti lépésekkel haladt előre az a megértés, hogy őnekik az utast ki kell szolgálniuk. Nem mondom azt, hogy nincs köztünk még olyan, aki nem ide való. De ezért azt kell mondjam, és hivatkozom erre, hogy mondjuk ugye beszéltünk arról, hogy körülbelül 1,5 millió utazás történik egy hét alatt, és körülbelül egy reklamáción 2 van. Azért ez önmagában sok is, de bizonyos szempontból pedig azért már elviselhető. Mi folyamatos oktatást
tartunk a gépkocsi vezetőnknek, ezen oktatásoknak nem csak műszaki és kressz vonala van, hanem az emberi viselkedés, az emberi norma, az utassal való kommunikáció, ez mindig téma. És én úgy látom, hogy miután 2-3 renegátot sikerült a társaságtól elküldeni, valamint a többiek is megértették, és hát én azt a helytállásokat köszönöm, amit a tavalyi évben csináltak a rossz időjárás januárban, februárban, aztán a fölbontott város időszaka, amikor 40 fok melegbe döcögve 30-35 perces menetidőket kénytelenek voltak ők is elszemben az utasokkal együtt, de helytálltak és zokszó nélkül csinálták a feladatukat. Én úgy gondolom, hogy ezért őket a legnagyobb tisztelet megilleti. Én magam ki is fejeztem ezt az irányukba. Megköszöntem évvégén is ebben a rossz időszakban is többször közöttük voltam, és kértem őket a legnagyobb udvariasságra és a legnyugodtabb vezetési stílusra. Én azt gondolom, hogy büszkén mondhatom, hogy egy ilyen társaságnak jó a vezetőjének lenni. Az elmúlt esztendőben az út rekonstrukciós időszak azért elég hosszúra nyúlt, és tényleg nagy türelem kellett a sofőröktől is. Akkor gyakoriak voltak, menetrendszerűek voltak a késések. Ez most arra megszűnt most, hogy nagyjából helyreállt a rend a városban? Igen, nagy mértékben javult a helyzet. Az utóbbi időben persze egészen jó. Én úgy gondolom, hogy ezzel az út rekonstrukcióval azért még tovább kell menni. Sajnos a Rákóczi út másik fele már megint a gödrök irányában lehet látni, hogy problémák vannak. Sajnos úgy néz ki, hogy a belvárosban nem fogja megúszni a város egy közmű rekonstrukciót és egy út rekonstrukciót. És hát utat kéne még építeni, mert kevés a Pécset áthaladó út. Hálózat, amin a nagy forgalmat el lehet bonyolítani. Nevezetesen meg kell nézni ugye reggel a Zsoldnai Szobor környéki forgalmat busz-busz hátán van. Ezek sajnos olyan jelenségek, amiket mi nem tudunk javítani. Híradónkban is foglalkoztunk azzal, hogy itt a búzatéri rekonstrukció során elkészült két új buszmegálló, amit egyelőre még nem használnak. Mit lehet arról tudni, hogy mikor fognak ott is megállni járatok? Hát gyakorlatilag az előrelátó tartalék, és amikor ott a beépítés megtörténik, akkor fogunk megállni, de már a végre úgy csinálták meg, akik előre gondolkoztak, vagy akik ezt a beruházást csinálták, hogy az ottani beépítéseknél ez szükségessé válik, és hát oda már oda tették, úgyhogy most nem használjuk, de majd szükség lesz rá. Lassan megszokják az utasok, hogy megint drágább lett a menetjegy és drágább lett a bérlet. Mikor kell számítani majd egy újabb emelésre? Meddig lesz működik? Én úgy gondolom, hogy és azt ki kell jelentenem, hogy nekünk egyáltalán nem jó, hogy az utasnak többet kell fizetni. Nekünk mindegy, hogy kiadja a pénzt, legkevésbé jó, az utas fizet többet. Én úgy gondolom, hogy még ebbe az évben biztosan kell valamennyit, mert az önkormányzat ezt a 800-850 milliós terhet az én becsülésem szerint nagyon nehezen fogja elviselni, néhány százalékot még az év közepén valószínűleg kell emelnünk, de hát ez néhány százalék lesz, ami igazából nem lesz olyan mértékben zsebbe vágó, hogy ezt ne lehessen elviselni, de hát az arányokat meg kell találni. Én gondolom, hogy ezt sajnos erre számítani kell. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és az információkat megosztotta a nézőkkel, és sok sikert erre az évre is. Köszönöm szépen, igyekszünk. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!